Ismét nagy üzem van a nyíregyházi kosársuli otthonában, a Szent Imre csarnokában. Az utánpótlás nevelő egyesület június végén tartotta idén záró családi napját, aztán pihenőt kaptak a játékosok. Az elmúlt hét elején a nyaralásukat töltő kivételével edzésre jelentkeztek a kosarasok. A felnőtt csapat legeredményesebb játékosa, Dobó Lilla Budapesten folytatja pályafutását, de e hét közepéig még ő is Farkasinszky Gyuláné irányításával készült Nyíregyházán. A juniorjaink azok továbbra is kevesen vannak, annyi, hogy létszámban azért megvagyunk, tehát nem lehet, úgy, a kötelező létszámunk megvan. Sajnos van egy olyan kimaradó generációnk, ez a 2007-8-as, aminek 6-os is ugye, mert tavaly is kevesen voltunk. Ez éveken keresztül elkísér bennünket, sajnos pontosan emiatt nagyon nehéz az NB1-ünket is megoldani, tehát muszáj a fiatalabbakkal föltörténni, sőt muszáj az idősebb játékosainkat visszacsalogatni, visszahívni. Hál' Istennek itt azért két ember is hajlott a jó szóra, jöttek és segítik a kosársulinak a munkáját, tehát én úgy gondolom, hogy a többi korosztályban nincs probléma, a kadettjeinknél jó a létszám, serdülőknél jó a létszám, ott két-két csapat is el fogunk tudni indítani, tehát egyedül itt a fönti rész, tehát a junior és az NB1 az, ami picikét még nehézkes, de bízunk benne, hogy egy-két éven belül a mostani generáció fölnő, és akkor nem lesznek létszámbeli problémáink. A felnőtt csapat továbbra is az amatőr NB1-ben szerepel majd, de azt még nem lehet tudni, hogy melyik csoportban milyen ellenfelekkel szemben lépnek majd pályára a nyíregyháziak. Megkaptuk a versenynaptárt, most abban helyek közel tudjuk azt, hogy mikor vannak fordulók, mikor kell selejtezőzni, előselejtezőzni. A helyek közel azt is tudjuk, hogy a melyik korosztály előselejtezőzik és melyik nem, de erre biztosat nem lehet mondani, mert hogy attól fog függni, hogy hány csapat nevezett be. Az is lehet, hogy itt most megpillanat a kadettünk is előselejtezőn van, de az is lehet, hogy előrébb csúszunk, és akkor nem kell előselejtezőni, csak a selejtezővel fogjuk tudni folytatni a továbbiakat. Várjuk, türelmesen várunk. Arról volt, hogy ezen a héten már megkapjuk akár a csoportbeosztásokat, megkapunk mindent, ugyanez vonatkozik az amatőr NB1-re, és természetesen vannak ilyen információk egyik-másik csapattól, akik ugye közelebb vannak a budapesti részvédésük, tudják, hogy azért ott mi történik. Az is lehet, hogy kevesebben leszünk, ki tudja, most akkor két vagy három csoport lesz, azonban türelmetlenül várjuk, hogy mégis mi fog velünk történni. A hónap második felében elkezdődik a felkészülési meccsek sorozata. A csata DS-e, a Szolnok és a Pécsi VSK is edzőtáborozik majd Nyíregyházán, így a kosársuli korosztályos csapatai ellenük lépnek majd pályára.